Na, sziasztok, üdvözlök innen, mindenkül is, Isaszeg határában vagyunk. Most éppen egy földúton sétálok, mellettem van a vasúti pálya, majd azt is mindjárt megmutatom. És a mai videóban egy régi iparvágány fogunk bejárni, egy honvédségit, amin azért nagyon ritkán, de van még forgalom, szerintem idén is úgy emlékszem, hogy idén legalább egyszer már volt rajta. És ez valahol itt ágazik ki a nyílt vonalból. És itt már, amikor az átépítés folyamatban van, úgyhogy lehet, hogy az átépítéskor már megszűnik ez a iparvágány, és nem építik vissza. Hát ez azért is gondoltam, hogy most akkor ezt meg kéne nézni. Mert lehet, hogy már meg is szűnt, mert eddig még semmi nyomát nem láttam. De akkor mindjárt csak egy pillanat, és akkor megmutatom, hogy néz ki most a vasút. Itt vagyok még mindig a 80-as fővonalon, Budapest-Gödöllő 60. És Isaszeg állomás után egy körülbelül 500 méterre, ha lehetünk. A következő megállóhely az majd Gödöllő állami telepek lesz, egy olyan 4-5 kilométerre odébb. És eltart addig a Gödöllői arborétumig, ment valamikor az iparvágány is. És nekem ez a gyanús, itt mellette ez a föld. Úgy nagyon ez a rész, hogy lehet, hogy itt ment és felszedték. De szerintem az egészet nem szedték föl, mert egy idő után a fővonaltól elkanyarodott és úgy ment tovább. Viszont itt már az átépítést megkezdték. A felső vezeték tartó oszlopok itt már újak. Ott egy picivel arrébb még megvoltak a régiek is. Az újak mellett. És a 80-as vonal átépítésére az jellemzők, ezek a horganyzott, ilyen világosabb színű felső vezeték tartó oszlopok, és itt is ilyenek vannak. Látjátok, ott a 306-os szelvény. Hát a 300-as az még Isaszeg vasútállomás vége fele volt, ott egy vasúti átkelőnél. Tehát ott 600 métert haladtam. És valahol itt lesz. Hogy itt kéne, hogy kiágazzon az iparvágány. Hát ha azt nem tudom nektek megmutatni, akkor sétáltam egyet Gödöllő állami telepek, és akkor átúráztam egy jót. Maximumban megmutatom nektek állami telepek megállóhelyet. Nem tudom, hogy elkezdték-e már átépíteni és hogyan. Fényképeim voltak még az átépítés előtti korszakából. De akkor viszont nem erre jöttem. És akkor az iparvágányt azt nem tudtam bejárni. De hát majd meglátjuk, hát majd ha megtalálom, akkor jelentkezek. Addig meg hát, csináltak velünket. Itt szépen lehet sétálni a vágányok mellett a földúton. Ha jön valami vonat, akkor azt még le is tudom kapni. De picivel arrébb egyébként van egy útátjáró, azt ott néha lehet látni, hogy átmegy egy kocsi. Hát mindegy, majd jelentkezem, hogyha lesz valami. Akkor ezt nézzétek, teljesen, akkor jól gondoltam, hogy itt volt annó kiágazás, és itt volt az a vágány. Valószínűleg itt jött valahol, és itt csatlakozhatott be a fővonalba. Ami itt már teljesen új, hát itt már látszik, hogy azért az ágyazat, meg a... Bár még a talfákat még nem cserélték ki, úgyhogy csak az ágyazatot. Ilyen forgalom fenntartása miatt, de maga a vágány az itt van, és itt ágazott ki, és ezt a töltést is ugye cserélték, meg ezt így megmagasították. Tehát már látszik ott ezen a villanypóznán is, hogy itt, hogy jött a villanyvezeték, akkor ezeket a póznákat már kicserélték, mert ez valószínűleg nem itt volt, meg a töltés alacsonyabb volt, és nyilván úgy ment, de maga a vágány az itt folytatódik, tovább eddig lett felszedve. És hát akkor valószínűleg erről a vágányról már lemondtak. De ezt nem valószínű, hogy be fogják még kötni, hogyha így ezt már most így hanyagolták. Hát és hát itt van a csínanyaga. Ezen megpróbálok valahogy végigmászni. Ezeket mindenből a vágányból szedték ki, és eddig sikerült felszedni. Valószínűleg tovább nem is fogják. Nézzük. Itt van. És hát akkor bejárjuk ezt a vágányt, ami még maradt belőle. Vissza. Akkor most van legalább biztos, hogy nem fog rajta vonat jönni, úgyhogy mehetek nyugodtan a sineken. Ugye ez azt hiszem, hogy ez honvédségi vágány volt, mert valami katonai objektum volt ott mellette valahol. És ez oda vezetett. És mondom, idén még, mintha olvastam volna róla, hogy járt rajta vonat. De ezt így éve-hóban még használták.
Már nem a, már a honvédségi terület az már nem működik, de valamilyen üzem még ott működött, amíg hébe-hóba szállított. Hát ezután már valószínűleg nem fog. Nem hiszem, hogy ezt vissza fogják építeni. Vá, és ide kikerült egy ütközőbak is, hogy ez hogy került ide. Akkor ezt honnan szalajtották, azt meg végképp nem tudom. És ott van az első átjáró. Ez itt egy fénysorompós. Mindjárt kiderül, hogy működik-e. És igazából itt tér le a... Vagy itt kanyarodik el a fővonaltól. Ott egy volánbusz. És nyilván a vasútépítésnél itt a közúti jár, meg teherautók, meg hasonlók jártak át, és itt vannak itt kibontott betonaljak is. Valószínűleg az is ebből az iparvágányból szedték ki, mint ahogy a sineket is. Úgyhogy egyébként így járunk. Akkor lássátok, feleim. Itt átjöttem a vasúti átjáron, a fénysorompó az még működik. Valószínűleg egyébként kulcsos volt. A behatási pontoknak az egyik nem látok, tehát szerintem kulcsos volt. Úgyhogy akkor menjünk tovább, ez már a... Az úttal is elkanyarodott, akkor a vágány. Szépen sétálunk rajta tovább. Szerintem egészen az üzemnek a kapujáig fog vezetni. És akkor így szétnézünk. Arról jöttünk, ott az átjáró. És valószínűleg arról a kapcsoló szeknélidő kulcsosan kapcsolgatják a fénysorompót. Legalábbis amikor itt vonat járt, akkor ez így működött. Úgyhogy csak előre. Haladunk tovább a vágányon. És egyre vett egy ilyen szép ívet. És gyakorlatilag most már a Gödöllői arborétum szélén vagy már lehet, hogy benne is vagyunk. És egyébként maga a felépítmény az 48-as sinek és betonaljak. Hát ezt már annak, amikor kiépült is ilyen masszívra építették, nyilván ugye nehéz katonavonatok is jártak erre, úgyhogy kellett ide minőségi pályát rakni. De azért látszik, hogy azért a természet az itt is tette a dolgát, de annyira azért rossz állapotban a pálya nincsen, tehát az látszik, hogy nem itt már évek meg évtizedek óta nem járt vonat. Hanem hogyha ritkán is, de azért volt, mit tudom én, évente egyszer-kétszer. És szerintem itt lesz majd a vége. Ott annál a gyárkapunál, de majd azért kicsit közelebb vagyunk és megnézzük. És akkor kiérkeztünk az erdőből. A vágány az. Itt megy tovább, át az úton. És bemegy ezen a kapun. Ez volt régen az a honvédségi terület, hát most már... Tudom, hogy itt van egy lukit, be lehet lesni. Itt látszik, hogy több felé is ágazik. Egy csarnok, még egy csarnok. Hát hol megy? Ennél jobban nem látszik, ma a dróta fókuszál őkkel, és nem a sinekre. Na mindegy, tehát eddig lehet bejönni. Ezt nektek megmutattam. Aha, ott a... Azon beljebb már látszik, és ott van még egy váltó. Ahol ketté ágazik. Hát ez volt a honvédségi terület, most valami gyár lesz. És veletek egy Caterpillar gyár van. Lenn meg megy egy út majd. Ezt gondolom errefele fogok én is menni, szerintem ezzel ki lehet menni a főútra. Úgyhogy akkor ez a videó ennyi lett volna. Hát tovább nem lehetett menni, az már a kerítésen belül volt, de hát láttátok, hogy a vágány meddig vezetett. Így én most szépen ezen az úton itt kisétálok, szerintem kijutok a főútra. A hármas úton vagy pedig a fővonalhoz, és akkor Gödöllői állami telepeknél meg fel tudok szállni a vonatra. És onnan vissza. Úgyhogy akkor... Szerintem, hogy akkor ezt a vonalba járó videót is megnéztétek. Hát tudjátok, a szokásos, lehet lájkolni, lehet diszlájkolni, kommentet írni, na azt mindenképpen. Na, ezt szerintem valamit itt még találtam. Nézzétek, ez egy... Hát itt azért kim van a vasúti átjárót jelzőtábla még mindig. Megállni tilos autó kijárat, hát aztán az a kamion mégis ráálltott, tehát itt egy magánházak is vannak. Legalábbis úgy tűnik, hogy ezek azok. Hát mindegy.
és szerintem minden már ki tudok menni, és ott is van egy vasúti, nem, ez nem egy vasúti átkelő, de a félvonal is arra van, úgyhogy mi is arra megyünk. Úgyhogy akkor ez a videó most tényleg ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!